Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Az első szó a köszöneté, és nem csak a mai napért, hanem az elmúlt évekért, hogy életben tartották Önök a reményt, akkor, amikor mások arról írtak, elsősorban kormányzati körökből, hogy nincs szükség baloldalra, nincs már szükség a szocialista pártra, és az elmúlt két év pontosan azt igazolja, ha valamikor, akkor most van szükség igazi baloldalra. Olyan baloldalra, amely nem huny szemet az igazságtalanság fölött, olyan baloldalra, amely nem nézi tétlenül, hogy nincstelenek milliói létválságban élnek ma Magyarországon, hogy urizáló hatalmasságukat megmutató kormányokkal szemben millióknak csak a kiszolgáltatottság jut. Sokan azt mondják, hogy nincs pénz az embereknek fizetésemelésre, hogy nincs pénz az egészségügy rendberakására, hogy nincs pénz az oktatás modernizálására, hogy egyszerűen nincs pénz a hétköznapok biztonságának megteremtésére. Ha megengedik, mondok 6 tételt. 774 milliárdot olimpiára, 300 milliárdot stadionfejlesztésre, múzeumnegyedre 200 milliárdot, a Liget tönkretételére 215 milliárdot, a budai vár elrablására, hogy az Orbán beköltözhessen 200 milliárdot. A Magyar Nemzeti Bankba 260 milliárd, ez közel 2000 milliárd forint, csak most ebben az évben és a jövő évben. Mit lehetne tenni 2000 milliárdból, milyen egészségügyet lehetne, hogy az a ápoló, aki ma 70 ezer forintért dolgozik, az kereshessen 150 ezret? Milyen pedagógus segítője, fizikai munkás az, aki nem kereshet 150 ezer forintot Magyarországon? Ha van igazságosságban hitünk, akkor az az, hogy ennek a pénznek az emberek között van a helye. Nem lehet, hogy azt a vitát folytassuk le, hogy majd hosszú távon hogyan lehet megmenteni azokat a milliókat, akik ma várják a segítséget, ki mástól, mint a politikától, ha nem nekik segítünk. Ha nem azt vívjuk meg, hogy a föld elrablásával a fizetésemelés, úgy, ahogy szokták mondani, azt hiszem Szijjártó nyelvén, pofátlan mértékével, állami vezetők, jegybankelnökök, fideszes, jobbikos, felügyelőbizottsági tagok kereshetnek 3,5 millió forintot, de nem kereshet egy postás 150 ezret. Ez nem igazságos. A hatalom fél a tömegtől, a hatalom fél a néptől. Pontosan látszik, hogy az elmúlt két évben mindenhol, ahol a valódi Magyarország mutatta meg magát, ott a valódi Magyarország győzött a hatalom reformok működjei kommunikációja felett. Az emberek szabadságot szeretnének, a döntés szabadságát, a megélhetés, a hétköznapok biztonságának szabadságát szeretnék érezni akkor, amikor a 21. századot érjük. És mit látnak ma? Hogy azért is küzdeni kell, hogy a nép elmondhassa a véleményét a saját sorsának alakulásáról, hogy lehet-e valódi népszavazást tartani olyan kérdésekben, amely az emberek hétköznapjait határozzák meg. Ezek a tételek ma nem szerepelnek a népszavazási listán. Fél a hatalom? Fél. Fél, mert ha az emberek elmondhatnák a véleményüket, akkor pontosan tudja, hogy nem lehet a néppel szemben kormányozni, és nem lehet kiváltságosok hűbérüli rendszerét kialakítani, ahol százezrek közmunkára vannak kárhoztatva. Félúton vagyunk. Nincs még kész. Sokat kell még dolgozni, de jó úton járunk. Abban kell megerősíteni a hitünket, hogy mindazt, amit látunk ma, látunk a vidék Magyarországán, az nem egyszerűen politikai kérdés. Az nem pártpolitika, hogy emberek létválságban naponta kell, hogy eldöntsék, hogy mire költik a napi betevőjüket. Számlát fizessenek, gyógyszert váltsanak, vagy enni adjanak a családjuknak. Nem ilyen Magyarországot akarunk. Nem olyan Magyarországot, amelyben meg lehet osztani egymással pedagógusokat, nem olyan országot, amelyben meg lehet különböztetni a hatalomhoz tartozókat és a nincsteleneket.
a modern kor rabszolgáit. A változás az csak magától nem lesz meg. A változáshoz több kell, mint hogy egy ember azt mondja, hogy mit tehetek én a hatalommal szemben. Egyedül lehet, hogy semmit. De ha közösségeket keresünk, ha közösségeket építünk és elhisszük, hogy bár sokfélék vagyunk, mégsem ilyen Magyarországot akarunk sem magunknak, sem gyermekeinknek, akkor megérik a változás 2018-ra. És olyan nap van ma, amely egy kettős ünnep. Jó lenne ünnepelni a kivívott munkavállalói jogokat. Jó lenne ünnepelni, hogy tisztességes munkáért tisztességes fizetést kapnak a dolgozók. Jó lenne ünnepelni, hogy fiataljaink nem Európában keresik a boldogulást, hanem Magyarországon találnak biztos megélhetést. De nincs okunk ünnepelni, mert nekünk kötelességünk megváltoztatni mindazt, amelyben 89 óta hisz a magyar társadalom döntő többsége, hogy lehet egy nyugati, lehet egy biztonságos, egy szabadabb és gyarapodó Magyarország. És van egy másik ünnep is, ez pedig az anyák napja. Szeretném köszönteni minden anyát és nagymamát ezen a mai napon, és nem csak a köszönet, hanem tettre is szükség van, hogy ne szétszakított családokban ünnepeljék, és ne abban a létválságban kelljen megünnepelnie családoknak szeretteit, a család tűzhelyét őrző nagymamákat és anyákat, hanem olyan Magyarországot építsünk föl közösen, amely minden állampolgárának biztosítja az egyenlőséget, hogy nem érheti hátrány azért, mert más vallási, felekezeti, etnikai, vagy akár csak mert nő a munkahelyen. Egyenlő munkáért, egyenlő bért kell tudni biztosítani, mert Magyarország képes erre a feladatra. Ha megvívjuk közösen, 18-ban győzünk, és ehhez nem kell szövetséget kötnünk, sem a Fidesszel, sem az őket kiszolgáló hűbéruli rendszerrel. Nekünk a társadalommal van szövetségkötési feladatunk. Nem lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a politikai alkukban majd talán valamilyen megoldás kihordódik. Nincs velük közös megoldás, mert az, amit ma látunk, az a Fidesznek köszönhető. Az, amit föl kell építenünk, az nem egy párt, és nem is pártok együttműködése, szélesebb, a helyi társadalmak megszólításán és velük való partnerségben érhető el. Ez a mi feladatunk. Mert igaz legyen Horn Gyula mondása, hogy Magyarországon nem csak megszületni és meghalni lehet, hanem tisztességesen élni is. Köszönöm szépen!